Elsősorban ez alsó végtagi funkció fejlesztésre való, tehát abban az esetben használhatjuk ezt az eszközünket, hogyha az alsó végtagot ért károsodás történik, ez különböző betegségek miatt történhet, de az a lényeg, hogyha funkcióvesztés van, tehát hogyha egyáltalán nem képes az állási járásra, vagy a lépcsőzésre, biciklizésre, ezeknek a mozgás folyamatoknak a kivitelezésére, már akkor is elkezdhetjük a terápiát, illetve akkor, hogyha már valamilyen funkciók vannak, tehát hogyha már van valamennyi izomerő segítséggel, vagy valamilyen segédeszközzel már föl tudnak állni, tudnak járni, akkor a terápia hatásosságát tudjuk ezzel javítani, izomerőt tudunk vele növelni, illetve az adott funkciót tudjuk gyakoroltatni. A központi idegrendszeri sérülteknél ennek az a lényege, hogy minél nagyobb ismétlésszámban szeretnénk a funkcionális mozgásokat gyakoroltatni, mert így tudjuk segíteni a fejlődést és a regenerációt.